névadó ünnepségre és dombormű avatásra készülnek Maglódon. A Magházban található kiállító terem kap új elnevezést. Nálunk is több terem el van már nevezve, Domján Edit színművészről, aki Maglódon cseperedett fel, Bubik Istvánról a színháztermünk van elnevezve, és hát itt a földszinten van egy kiállító terem, aminek a művelődési ház vezetősége úgy döntött, hogy Katona József nevet fogja adni, hiszen azt gondolom, hogyha megjelenik a közösségi házban, a kultúra épületében azoknak az embereknek a neve valamilyen formában, akik büszkék vagyunk, vagy valamiért büszkék vagyunk rájuk, az hordozza az emlékét, és tovább viszi a jövő generációjának az ő emléküket. Katona József 5 szakaszos drámájának a Bánkbán a szerző a legismertebb műve, illetve a magyar irodalomban is kiemelkedő helyet foglal el, de ami talán kevésbé köztudott, hogy a mű eredeti kézirata 1848. március 23-ai bemutató után elveszett, és csak 65 évvel később, 1913-ban találták meg itt nálunk, Maglódon. Ennek az irodalomtörténeti jelentőségű eseménynek állítunk emléket a FEMA és a Magház közös 2024. március 23-án. A Honvéd férfi kórus előadásában a leghíresebb betétdalokat hallhatjuk majd, de vendégünk lesz Kovács Attila Zoltán, irodalomtörténész, kutató, szerkesztő, könyvkiadó, aki többek között 2005-től a Vas Albert életmű egyik gondozója, illetve angolul írt műveinek fordítója is. Névadó ünnepségre és dombormű állításra is sor kerül ezen a napon. A Magház elnevezi a kiállító termét Katona József teremnek, a FEMA pedig felavatja a Babos László festő és szobrászművész által készített Katona József domborművet. Szeretettel várunk minden érdeklődőt, ünnepeljük közösen maglódi értékeinket, büszkeségeinket.